Sziasztok! Történelmi pillanat következik a csatorna történetében, az első kicsomagoló videó. Sajnos kamerám még mindig nincs, ezért nélküle fogom felvenni. Hát akkor kezdjük is, egy negró cukorkát fogok kicsomagolni. Itt van a zacskó, narancssárga színű, meg piros, ez egy mézes negró lesz. Akkor most kibontom a zacskót. Igen, sok cukorka van benne. Mindegyiken ilyen narancssárga csomagolás van, és rájuk van írva, hogy negró. Nem tudom pontosan hány darab van. Nem is tudom, hogy rá van írva a zacskóra. Nem hiszem. akkor most kiveszek egy darabot. Igen, és a két végén megfogom. A szokásos szaloncukor csomagolás, így megvan tekerve a két vége. Úgyhogy ezt a két fülecskét most megfogom, és széthúzom. Ezt a közep így elkezd forogni. Igen. Kicsit rásegítek, a közepén is szétnyitom, és már is hozzájutottam a narancssárga cukorkához. Ezen is negró minta van, mert rá van írva, hogy negró. A szél az olyan áttetsző, a közepén meg valami sűrűbb, gondolom a töltelék van. Akkor most megeszem. Köszi, hogy néztetek, illetve hallgattatok. Remélem tetszett. Sziasztok! Egy újabb kihívás videó. TerraCrafter 2003 küldött nekem egy olyan kihívást, hogy mozgó blokkok. A videójában, ami ott van a leírásban, ne kérdezzétek, lerakott egy tojással megidézett egy blokkot, tulajdonképpen úgy mozgott, mint egy entitás. Hát a tojásból is látszik, de meg a hangjából is hallatszódott, sajnos, hogy egy silverfish volt a dolog mögött. Én ezt továbbfejlesztettem, tehát nálam már némák a blokkok. De ugyanezt a technikát használtam, hogy Silverfish. Nem néztem tovább a videóját, nem tudom még milyen funkciókat rakott hozzá, hogy ne lássam a parancsokat, meg hogy a működési elvet se lássam, tehát hogy minden saját ötletek, saját bootfölből menjem. Úgyhogy még nem néztem végig, de én adtam még egy plusz funkciót hozzá. Hát akkor először is megmutatom, hogy hogyan működik. Tehát van nálam egy tojás, illetve most sok tojás van nálam. Az elsőt a stone-nak hívják. És hogyha lerakom, akkor ott a kő, ami mozog. Igen, amikor lerakom, akkor hallatszódik, kiad egy hangot, de utána néma. Tehát ugye ott van a fill clock, ami folyamatosan, mutatom, az első parancs az, hogy folyamatosan elnémítja, itt vagy silent through ezeket a silverfish-eket, és most idézésnél kiadnak egy hangot még. Jó, ez ugye mindenféle blokkal működik. Kipróbáltam üveggel, a következő a glass. Az, ami kicsit érdekesebb, ugye látszik ott az árnyéka. Nem tudom, hogy ez a silverfish-nek, vagy a falling sand-nek lesz az árnyéka. Gondolom a silverfish-nek. De akkor ez egy bug lehetne, ugyanis ez a parancs láthatatlanná is teszi, de árnyéka mégis van. Érdekes. Jó, a következő a school, a koponya. Na, ez megint érdekes. Hát most rakhattam volna ilyen teljes blokkokat, hogy fa, meg cobblestone, meg gyapjúk, meg mit tudom én, de inkább kísérleteztem. Tehát szerintem érthető, hogy a kő után most mindegyik ilyen teljes blokkal működik. Úgyhogy kipróbáltam a koponyával, igen, érdekes, lerakom, akkor nem látszódik. Hát megvan adva, hogy koponya legyen a falling sand, de nem, mégsem. Ez a harmadik egy, ez lesz az. Ez jól van beírva a Minecraft School, de mégsem látszik. Érdekes. Aztán majd meg fog jelenni, majd azt is megmutatom. Aztán redstone fákjával, az a működik. Szaladgálnak a redstone fákják. Menjetek! Jó. És az utolsó a command lock. Hát ez megint ugyan teljes blokk, ez a per természetesen jól működik. Lehet még kísérletezni itt a növényekkel. Kíváncsi vagyok, működne. Na. Szóval itt szaladgálnak ezek a blokkok. Hú, az ott nagyon rossz helyen van. Menj onnan. Szaladgálnak a blokkok. És ha használom ezt a távirányítót, most nem neveztem el, a szokásos távirányítót, akkor ők megállnak, és igazi blokká változnak. Tehát most használom,
és akkor ott maradtak. Tehát ez most tényleg blokk lett. Opa. Tényleg blokk lett itt. Ez a redstone fákja itt van. Ugye látszik, hogy ott megjelenik a körvonal. Na, a koponya érdekes, ami eltűnt. Tényleg eltűnt. Tehát lerakva megjelenik, mondjuk nem tökéletes. Érdekes, hogy hiába adtam meg a setblocknak, hogy merre nézzen a koponya. Vagy lehet, hogy kis számot adtam meg. Most ikletet kaptam. Legyen egy 10-es. Ha? Jó, mindegy, nem tudom. Gondolom, ha azon a számmal a data value-vel szórakozunk, akkor csak kijön valami normális koponya. De nem szórakoztam el annyit. Jó, akkor gyorsan a működés. Tehát van az első, hát jó, ez a két command block a fülkök. Akkor az egyik parancs, ami folyamatosan lefut, hogy minden silverfish legyen néma és láthatatlan. Ez ugye aktív. De a láthatatlanság effektel. Aztán, ha kő nevű a silverfish, itt van execute, a kő nevű silverfish idézel meg egy kő falling standet. Az a glass nevű glass-t, és így tovább, tehát erre a mintára ez gyakorlatilag ugyanaz. Fölvettem egy score-t, hogy hányszor használom a keraton sticket, vagyis ezt. Répás forgászbotot, ha egy az értéke, tehát használtam, akkor itt első körben ezek futnak le. Hasonló a fieldclockban lévő parancsokkal, tehát itt is a kő nevű silverfish-sel lefuttatom azt, hogy csak most ne falling sendet, hanem set blokkal rakja le ezt a blokkot. Többinél ugyanezt, tehát üvegnél üveget, és így tovább. Jó, hogyha lerakta, akkor teleportálja el a silverfish-eket, és állítsa a botot nullára, ezt a score-t állítsa nullára, és végül ölje meg a silverfish-t. Még kell teleportálni halál előtt, azért, hogy hát amikor meghal egy entitás, akkor van ez a füst, nem tudom, kiszáll a lelke, vagy nem tudom, ez a füst effekt, hogy az ne legyen. És így elteleportálja az ember valahova, nem látszódik, a padlóba, és ott öli meg, akkor nem jelenik meg ez az effekt. Most nem mutatom meg, de így van. Jó. A pálya letölthető, ott van a leírásban, a másik videó is, a kézikönyv óvjon.